A szombati haladás fogadta a Puskás Akadémiát. Ennek a mérkőzésnek az esélyese természetesen egyértelműen a vendég felcsútiak voltak, és alig több mint 3 perc elteltével meg is szerezték a vezetést a kékmezben szereplő Puskás Akadémia játékosok. Egy szögletet követően golla húzódott előre, és nagyjából 5 méterről fejelt a kapuba. Ez volt egyébként az 5. találata már a Puskás színeiben. Aztán a 12. percben Keresi az egyik új szerzemény, vagy viszonylag új szerzeményt tett középre, és adott gólpaszt Pulyicsnak, aki pedig az első gólját szerezte meg az idényben. Keresi felnéz, az átvételt követően jól tolta meg a labdát, és aztán mintaszerűen tálalt középre. Pulyics pedig élt a lehetőséggel. A fordulást követően sem különösebben változott a játékképe, 5 perc telt el mindösszesen a második félidőből. Óriási szóló. Ennek egy kicsit aláfutott a hazaiak kapusa, Horváth Bendegúz, és így lett jó Plüseknek. 3-0-ra módosult az állás. Duartét sem szabályosan, sem szabálytalanul nem tudták megállítani. Itt ez a hiba, aztán a fiatal Horváth Bendegúztól, aki egyébként számtalan bravúrt bemutatott a mérkőzésen. Itt hibázott, a Puskás büntetett, és aztán a 63. perc tájékán a haladás kontrát vezethetett volna, de ez nem jött össze. Olyannyira nem, hogy a vendégek megszerezték a 4. góljukat. Messzire volt az. De bocsánat, Keresi. Közvetlen közelről betalált a kapuba, és ezzel megvan az első találata új együttesében az U21-es válogatott játékosnak, ugye a Honvédtól kölcsönben szerepel a Puskás együttesénél. A 70. percben ott az 5. vendéggól. Ehhez sem igazán tudtak hozzászagolni a hazaiak. Niszile remekül rúgta ki a hosszút. Neki is ez volt egyébként az első gólja az idényben. Csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz közte. Akár a 10-es különbség is benne volt a pakliban. Itt egy hatalmas találat a kapufa segítségével sikerült betalálni a Mondovicsnak, egy 17 esztendős fiatalembernek. Mindösszesen a 3. felnőtt mérkőzése volt elvileg a Puskás Akadémia színeiben, és ez az első találata. A védőt majd telibe trafálta a kapufát, közben aztán újabb labdaszerzés, Szojszálló. 83. percre is jutott még helyzet. Szojszálló egy cseh befelé, aztán laposan közép. És nem csak helyzet, hanem gól is, és így alakult ki a végeredmény. Niszile alakította ki. A Puskás Akadémia magabiztosan és még ilyen különbséggel is megérdemelten győzött Szombathelyen. Örülök az eredménynek, persze egy óriási tisztelet az a hazaiaknak, a haladásnak, bocsánat, egy nagy múltú csapat ellen játszottunk. Azért is nem akartam erről beszélni, hogy mennyi gól, tényleg küzdenek magukkal, és példásan küzdöttek 90 percig. Persze kvalita a mi oldalunkon volt, az érezhető volt az első félidőben. Tehát én most a negatívat fogom mondani, hogy hiányérzetem van a helyzet kihasználásba, és nagyon sokat voltunk lesen. Tehát ezen szeretnénk dolgozni, vagy javítani a jövőbe. Ezek azok a negatívak, amik nem tetszettek. Nagyon tetszett a Mondovics Kevin beállása és a játéka. Ezt kiemelném, bár nem nagyon hangosan, csak így ebben a játékban mi történt vele. A többi fiúk is, aki beállt, nagyon jó tempóban jöttek be, és lendületet adtak a játékunkon. Én azt gondolom, hogy az eredmény már mindjárt az első félbe eldől, de többet vártam befejezésbe. Főleg Keresi Zalának nagyon sok helyzetje volt, Lameni Koli beállásakor nagyon sok helyzet volt. Tehát azt mondom, hogy tényleg a haladás helytállt, lehetett nézni a fociukat, de mi jobbak voltunk. Amiben nem vagyok elégedett, az a helyzet kihasználás és maga.